Kiskörösön az 5-ös számú választókerület a Liget utcától egészen a Szendrey Júlia utcáig, valamint a Baross utcától lefelé a Kassai utcáig tart. A választókerület önkormányzati képviselője Pető Attila február 23-án, csütörtökön 18 órakor számol be lakossági fórum keretein belül a körzetet érintő legfontosabb történésekről. Maga a lakossági fórum az a hagyományokhoz híven fog lezajlani, polgármester úr fog majd tartani egy összefoglalót, valamint a rendőrség részéről szokás szerint úgy lesz valaki, akivel szintén meg lehet majd osztani a problémákat, valamint én is fogok szintén egy kis összefoglalót tartani, mégis mi történt a körzetünkben, milyen változások lesznek, vagy voltak, és mit szeretnénk majd megvalósítani ebbe a 23-os évbe, és összefoglalnánk a 2022-es évet. Pető Attila a tavalyi év kapcsán elmondta, hogy érdekesen alakult, hiszen miután szerencsésen kijöttek a járványhelyzetből, már bele is kerültek az energiaválságba, mely önkormányzati szinten több nehézséget okozott. A fórumon ezzel és a fejlesztésekkel kapcsolatban is hallhatnak majd tájékoztatást a lakosok. Zajlik például a Bemiskolának a felújítása, bővítése, mindig a rendőrségnek ugye sikerült az épület felújítása, de természetesen mindig vannak olyan aktuális dolgok, amiket majd együtt itt átbeszélünk és megbeszélünk. Amit jeleztem és mondtam, hogy mondjuk a prioritások között van a Liget utca, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Az 5-ös számú választókerület kapcsán megrendezésre kerülő lakossági fórumra tehát február 23-án, csütörtökön 18 órára várják a körzet lakóit a Petőfi Sándor művelődési központba.